Hát szervuszok, jó estét kívánok mindenkinek. Kise hűlt még itt a székem. Fél órával ezelőtt fejeztünk be egy beszélgetést Klézli Andreával, pedig a médiumításról. Hát ez egy élő beszélgetés volt, de ha valaki izgat, vissza tudja nézni a közszereplői oldalamon. Most viszont folytatjuk a Szellemkép című sorozatnak következő adásával. Hát ez igazából a 19. adás. Tehát nem van pont a 20. a féle ünnep, és főleg nem a 23. amit talán mégis csak egy szerencsés választás lett volna. Ugyanis a mai boncolásra szánt filmnek nem más címe, mint a 23-as szám. Mielőtt rátérnék erre a filmre, nyilván vannak, akik ismerik, hogy hallottak róla, mondanám főleg azoknak, akik esetleg még ezt a sorozatot valamiért nem látták volna valami adását, hogy új évada ez, sejthetően ugye 20 hete megy, sőt, miután volt benne egy 9 plusz 1-es, már 21 hete beleért egy nyári szabadságot. Na, lényeg a lényeg, te a kávéval címmel zajlott le két évad, ami ugyanúgy interaktív volt, ugyanígy szerda esténként, és elsősorban para és para képességekkel foglalkoztam benne. A megközelítés viszont ugyanaz, mint ebben a szellemkép évadban. Olyan témákra igyekszek ráközelíteni, amik egyrésztről értékelhetők spirituális hagyományok és, és, és ezoterikus hagyományok szerint, másrészt pedig hát tudományosan, ez egy kicsit neccesebb rész, a tudományos parapszichológia, vagy ha úgy tetszik, a legmodernebb tudatkutatás eredményei szerint is. Jó magam, Paulinyi Tamás vagyok, mostanában inkább úgy mondom, Paulinyi Tamásnak hívnak, hogy ki vagyok, hát ez mindenkinek egy nagy titok. Ami számunkra most ennél egy kicsit lényegesebb, az az, hogy több mint 30 éve foglalkozom paranormális jelenségek vizsgálatával, kísérleti vizsgálatával is, és 25 éve vezetve a Szintézis Szabad Egyetemet nevéből is sejthetően, ugyanúgy az ős hagyományok, a vallásfilozófiák és a modern lélektan szintézisét kínálja. No, mi is ez a mai film, ez a 23-as szám, miért pont a 23-as szám? Hát kezdjük azzal, hogy ebben a filmben nagyon sok minden történik. Tényleg végzetszerű, sorszerű dolgok, egy, -egy, egy múlt ötvöződik egy jövővel, anélkül, hogy elsőre kapcsolatot látnánk benne, de a leglényegesebb része, van mégis a szemmisztika, a szinkronicitás, és erre szeretnénk majd hosszabban kitérni létezik olyan, hogy valakit egy bizonyos szám, mint egy üldöz az életébe újra meg újra felbukkan, még ha nem is konkrétan, mint jelen esetben a 23-as, egy 2-es vagy egy 3-as, hanem mondjuk nevek számértékének vagy sorrendjének az összeadásával, tudjuk azt, hogy minden le redukálható, egy hosszú számsor is, hogyha összeadogatjuk, és újra és újra összeadogatjuk. Számjegyeket, nos hát ebben az esetben ez a 23-as, és most akkor már jöhet is az első kép, ne jegyetek, meg lesz ez még rosszabb is. Jim carrey láthatjuk, akit nem ebben a műfajban szoktunk meg. Ugye bár hát ő alapvetően egy ilyen humorista, vígjátékos színész, hihetetlen arcjátékkal, gondoljunk az észventúrára és annyi mindenre, mindemellett léteznek neki kevésbé vígjátékba illő történeteket megzenésítő alkotások is. Ilyen a 23-as szám. Itt a 23-as, mint egy rá van rajzolva az ő fejére, és hát eleve ugye Jim Kelly-ben van egy ilyen talán több, mint fél őrült vonás. Na hát ezt áthozta ebbe a filmbe is. Miről szól ez a film? Mi a 23-as szám jelentősége? Mielőtt nekiállok elemezgetni azt, hogy tényleg a számok meghatározhatnak-e sorsokat, eseményeket? Van-e bennük valami, ami, ami kísérthet minket újra és újra felbukkan a sorsunkban mondanám, hogy erről a meglehetősen nehezen felfejthető történetről úgy, hogy viszonylag röviden mit lehet elmondani egyébként. Eredeti címe ugyanez volt, 2007-ben bemutatott amerikai misztikus thrillerről van szó, legalábbis így apostrofálták, de number 23, bocsánat, tehát nyilvánvalóan a film angolul Ugyanazt jelenti, és ami számunkra talán fontos lehet. Jim Carrey-vel több filmet is forgatott a rendező Joel Schumacher, a forgatókönyvíró pedig Fernie Phillips volt. Történet, röviden. Amerikában vagyunk, és egy helyi sintér, Walter Sparrow, ő a Jim Carrey, feleségével, aki Agatha nevet visel a filmben, egyébként Virginia Medzen alakítja, és közös gyerekükkel, Rabinnal, legyen Lerman alakítása van éldegél, eddig semmi extra, semmi különös. Na, szabaduljunk meg ettől a rémséges fotótól, és térjünk át a kettesre, egy cseppet idillibb lesz, mint ez az előző. Igaz, nem sokáig fog tartani az idill a történetet illetően. Tehát itt látható a mi Balta Sparrowunk jobb oldalt értemszerűen, és kedves felesége Agatá, hogy békésen, látszólag békésen heverésznek az ágyikójukba, én se semmi extra. Na jó, azért valamit kihagytam az elejéről, az egész úgy kezdődik, hogy ami Jim Kering utolsó pillanatban, mint sintér, amikor majdnem letelik a munkaideje, kap egy hívást, és kívják, hogy kapjon el egy elég vérszomjasnak tűnő kutyát, a kutya cserében jól megharapja és elpucol, tehát ez már egy ilyen jel, egy ómen az elején a kutyával kapcsolatban, meg fogjuk látni. <kül> Tényleg olyan pszichotriller-szerűen fog felbukkanni újra a filmben. Na, kedves feleségem, és köszönöm szépen a kettes képet, térjünk át a hármasra. Egy könyvesboltban vesz férjének, a mi Valterünknek egy könyvet, aminek az a címe, hogy a 23-as szám. Tehát konkrétan ez a könyv címe, ugyanúgy, mint a filmé is. Ezt láthatjuk a képen, a hármas számú képen, ahogy megkapja ezt a könyvet olvasásra, ami aztán egy nagy fordulatot hoz az életében. Ugyanis miután elkezdi olvasni, rájön, hogy valami nagyon ismerősebb a könyvbe, még pedig az, mint hogyha róla formázták volna, róla írták volna, egy nagyon hülye magyar fordítású név bukkan fel, pingi pang, hát nem tudom, szerintem lehetett volna valami szerencsés fordítást nyomni, egy nyomozó, tehát nem egy gyerekmeséről van szó, nem óvodásoknak készített rajzszímről, mégis így hívják, hogy pingi pang, a lényeg az, hogy komoly talanságot félre söpörve, nagyon komolyan úgy tűnik, ami Walterunknak, hogy ez egy lehetetlen könyv, és itt valami kódolva van, ez valami üzenet, itt valami misztikus természet feletti dolgok kezdik felütni a fejüket, és már ugorhatunk is a négyes képre, még meggyőzőbb legyen az, hogy ő mennyire olvassa ezt a könyvet, és ez azt ábrázolja, hogy Jim Kelly egész konkrétan a filmben Walter Sparrow a könyvet, a búja, a könyvet, olvassa. Hát aztán kiderül, hogy ilyen különös álmok kísérik ennek a könyvnek az olvasását. Mondhatni, dögös rémálmok. Amiben benne van az is, hogy ő megöli a feleségét. És, és nem hagyják nyugodni a rémálmok. Tehát itt ide-oda csattog a film, nem lehet eldönteni, hogy konkrétan ez a visszaemlékezés, hogy tényleg csak egy rémálom, valami különös alteregója bukkan fel a filmben, egy csepet sem szólít életvételű fiatal zenész képében, szakszofonnal, tetoválással, olyan-olyan dögös, de veszélyes fickóként. Na, és hát elmegy egy szállodába, hogy akkor ezt a könyvet egész éjszaka olvasa természetesen a 23-as számú szobában, megy hova máshova, és arra lesz figyelmes, hogy a 22. fejezetnél véget ér a történet, annál a pillanatnál, amikor a könyvbeli főszereplő megöli a szerelmét. Na hát kezd becsavarodni, és azért itt, itt álljunk meg a 23-as számnál, mindenütt a 23-as szám üti fel a fejét ránéz egy rendszámra, a parkolóba kiáll valaki, oda van festve, persze, hogy 23-as a leglehetetlenebb, egymásra semmilyen logikai, oksági kapcsolatban nem lévő dolgok újra meg újra 23-ast adják ki, illetve itt van ez a finomkodás ínyenceknek, hogy a 23-ast akkor is megtaláljuk, hogyha bizonyos neveket, bizonyos történetekben, bizonyos dolgokat összeadunk, és a végeredmény kettő és három lesz, vagyis 23-as. Na hát, jön egy változás, még pedig az, hogy bezakkantsága közepette, úgy gondolja, hogy neki sokkal komolyabb szerepe volt ebben a könyvben, és megpróbálja kinyomozni, hogy ki írta ezt a könyvet, mi írta ezt a könyvet, hogy hasonlíthat, ha bizonyos tekintetben rá a sorsára, és miért köszönget vissza ide-oda ez a 23-as szám. És hát találkozik újra a kutyánkkal, majd később látjuk a kutyát, sajnos pont nem a hatos képje, hanem majd az ötös, de még az is csak később. Aki, nevezzük így a kutyát, de mondhatjuk úgy is, hogy ami lelketlen a megfogalmazás, elvezeti őt a temetőben egy sírhoz, mégpedig Laura sírjához, Laura Tollins sírjához, aki egy főiskolai tanuló volt, és akit annak idején a professzora, egy Kyle Flinch nevű úriember meggyilkult, miután viszonyuk volt egymással. Na most ez a gyilkosság, ami ugye papíron Laura és Kyle Flinch között zajlott, ugyanúgy tükrözi a, a könyvnek a sztoriát, és, és valahogy valami mély sejtelem szinten a mi Walterunknak a sorsát is. Hát bele ne pedig esküszöm nektek, tegnap megnéztem, és egyszer már megnéztem később, de ez a típusú film olyan svédcsavarok, meg vargabetűk, meg egyebek vannak vele, benne, hogy szinte a puskám, amit itt leplezetlenül emelgetek inkább, többet árt, mint használ Na minden esetre a el elmegy a professzorhoz a börtönbe, mert szerintem ő írta ezt a könyvet, a 23. című könyvet, ami rátelepedett a sorsára, és köszönget vissza mindenhol a 23. szemformájában, hogy ezt ő írta, és, 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 és nyilván a, a, a szeretője gyilkosságáról, mint egy titkos vallomást, ezt azért jegyezzük meg. Férfi vagy a magát, és állítja, hogy senkit nem gyilkolt meg, és, és, megkérdezi akkor, hogy ő írta a könyvet, ezt a könyvet ő írta, nem, nem, nem azt mondja, hogy nem. Ugyanis ennek a könyvnek a szerzőjeként uh, Tapsi Kretz a írója, legalábbis az íróján elnévez, uh, angolul úgy írják, ez egy Topsi Y-nal, nagyon aranyos így kiejtve, uh, nagy a kretsz. Na most ezért, ha ezt kiejtjük, akkor ez nem más, mint top Kretz, vagyis szigorúan titkos újabb jel, újabb dolog, hogy itt valami mélyebb tartalma ennek az egésznek. És amikor összeadogatja a top secretsnek a, a tudom én, betűit, a betűk számértékét, meg a kutya nevének az értékét, a nednek az 14, meg 5, meg 4, az 23, és itt kell egy pillanatra csigázásként megállni ennél a számmisztikánál, hogy vajon csak az ő lázas képzelettel, nem is félőrült, hanem lassan teljesen őrült elméje, válogatja ki a 23-as számot, tehát ugye az ember azt látja, amit látni akar, igen, gyakorian arra figyel fel, ami izgatja, vagy hát tényleg van itt valami konkrét, a véletlennel, mert nem magyarázható, folyamatos egybeesés, valami külön szinkronicitás, Na, erre térünk majd vissza alaposabban, hogy ez a parapszichológia is foglalkozik, a numerológia is foglalkozik, Jung és Wolfgang Pauli szinkronizitás szinten foglalkozik, magyarul ez a fogás ezen a filmen, mint meglátjuk, ezek a végzett szerűségek nem is annyira misztikusak, noha elsőre nagyon is misztikusnak tűnnek, mint amennyire gondolnánk. Kiderül, hogy van egy lakcím a könyv végében is a család, a indulatú anya, ugye Agatha gyerek is nagyon lelkesen kitart az apja mellett, ugye a Robin elmennek megkeresni az illetőt, és hát ő az álnemes egyébként Bat Kort játsza, ö, szembesül vele, és, és, és kétségbe esik, és, és elmondja neki, hogy Walter már rég halott és ezután, hát ez egy döbbenetes jelenet, ott birkoznak, faggatják az öreget, saját torkát gyorsan elvágja. Tehát egy ilyen kívül drámai módon öngyilkos lesz. feleség talál a zsebében egy igazolványt, ami egy olyan elmegyógyintézethez tartozik, ahova elmenve felkeresik dr. Sirius Líri irodáját, ha valaki úgy érzi, hogy már rég elvesztette a fonalat, ne érezze magát egyedül, mert bár tegnap láttam a filmet, mintha én is kezdem elveszteni. Ilyen a film, így van megcsinálva. Na. Lényeg a lényeg, hogy közben rájönnek, hogy ez a kódolás a könyvben, ez egy olyan dolog, hogy a 23. szó, minden 23. szó a 23. oldal egy üzenetet takar, és emiatt aztán elkeverednek a Kassanova parkba, kérem szépen, ahol természetesen a, a, a lépcső 23 fokból áll, ez egy temetőhöz veszett ez a lépcső, és felfedeznek egy emberi csontvázat, na most viszont kérném, egyrészt az ötös képet borzongjunk egy kicsit, itt történt egy ilyen enyhe időbeli csúsztatás részemről, képek pakolászásába, de senkit ne zavarjon, mert a film pontosan ugyanilyen. Ötös képen, amit most látni fogunk, ugye walter látjuk, Walter Sparrow, tehát valójában ugye Jim carrey a színészt, ahogy letépett tapéták előtt állva látja, hogy megvan a 23. fejezet. Na most itt jön az időbeli ugrás, úgyhogy akár át is léphetünk a, a, a ötös kép helyett a hatos képre. Ott van a mi kutyánk, ami vérszomjas, ne de nevű kutyánk, nevének a betűi számmisztikailag, és összeadva szintén a 23-ast hozzák ki. Hát én most itt nem nagyon látom a visszajelző monitoron, hogy jutottunk -e a áról bére, úgyhogy ez egy -e misztikus helyzet. Én kérem a technikus kollégát, hogy a újjával jelezze, hogy sinem vagyunk-e nekem, vagy még döcögünk. Azt mondja, hogy kifelé minden jó. Na, úgy látszik, a 23-as betette ide a lábát, hogy pontosan mitől a 23-as az a helyzet, azt nem tudom. Lényeg az, hogy elkezdenek ásogatni, és talán egy emberi csontvázat feltehetően Laura Tollins tetemét, ami úgy arra utal, hogy itt a kutya valami misztikus módon, na ez tényleg misztikus, oda vezette ahhoz a nőhöz, akit ugye ez a Kai Finchan szeretője megölt. Na innen aztán elszabadul a pokol, és már szerintem léphetünk is be a pokol tágra nyílt kapuján a hetes képet szemlélgetve, ugyanis itt van az a jelenet, ami olyan visszaemlékezésszerű, bebe villan ez a dolog, bebe a történetbe, már a film elejétől, hogy van egy ilyen démoni szerető, és mellette látjuk azt a bizonyos enyhén démonizált változatát, Walter Sperronak, vagy szeretkezések, kikötözések, bilincselések, sőt, egy fura óbort, amikor is ugye a, a, azt játsszák, hogy játszuk azt, hogy van nálad kés, hát úgy, úgy, úgy. Na, kaptam egy megnyugtató üzenetet, hogy csak a kukkológép akad, mielőtt bárki félreértené ez a kontroll monitorom, amin most pont csak egy ilyen 10 perces csúszás, vagy 5 perces csúszásra látom magam, de most leteszek arról, hogy ilyen szinten kövessem az eseményeket. Na, mi is történt? Hát az történt, hogy a felesége, Agatha, ami Walterünknek, Miután visszamennek, majd kihívták a rendőrséget, az eltűnt a csontváz, és a rendőrök hülyének nézik, amit nem túl nehéz, ugyanis elkezd magyarázkodni, hogy egy kutya vezette ide, meg 23-as szám, meg anyám kinyom. És akkor hazajének kiborul a Billy Agatánál, retiküléből kipakolva talál egy kés, gyanakszik arra, hogy a, nő őt meg akarja ölni, ez a kés, ez sztori valóban nagyon ismerős neki. A nő Agata, tehát a feleség, a konszolidált, kedves feleség. szó szerint egy fellöki a ja, szekrény konkrétan ki, kiborít egy dobozt, amiben benne van a könyv eredeti kézirata, a 23 számú könyv, és az eredeti írója, aki nem más, mint Walter Sparrow. Előkerül kerül emellett Laura Tollins, ugye a démoni csaj, bokakar még egy ilyen fiben vágok bele a közeljövőbe, előkerül a néhai félvad élet korszakának az egyik nagy attribútuma, a szakszofonja, és hát kiderül, hogy ezt a könyvet ő írta, csak nem tud róla. Ez a gyilkosság, ez, ezt ő követte csak nem tud róla, majd kiderül, hogy hogy történhetett mindez. Aztán lassan felgöngyölítjük a témát, Visszamegy szállod a szálloda 23-as szobájába, letépje a tapétát, és ugye ez volt az a bizonyos ötös kép, amit korábban láttunk, és ott van, ott van a 23. fejezet. És hát kiderült, hogy ölte meg a lányt, a professzor később érkezett, és az ő új lenyomata maradt a kés késen, és ő pedig öngyilkos lett, miután megölte a nőt. Eltemette a parkban, majd öngyilkos lett, kiugrott az emeletről, de nem halt meg. Viszont totál amnéziás lett. Ugye ez nem derült ki, hogy ő az gyilkos, de az, hogy valami nagyon komoly zűr van az agyával, az igen. Nem emlékezett lényeges részekre korábbi életéből. Aztán úgymond meggyógyult, kiengedték a Diliházból, összejött Agatával, és így. Kezdődött valahol a film a mi közelítésünkben. Aztán a család próbálja megmenteni, és eltökéli, hogy elmegy és feladja magát a rendőrségen, mert így nem lehet élni. Biztos, ha jó viselkedik, akkor egyszer majd kiengedik, gyerek, anyuka, feleség kiabál. Ő pedig az esemény dús éjjel után újra eltemeti. Laura Tollins volt estét és feladja magát a rendőrségen. Na, lépjünk egy otthonosabb területre, részemről legalábbis egy olyan otthonos területre, ahol ezt a gubancos filmet nem kell itt villámgyorsan gyorsan újra összeszülni. <coughs> ez nekem most tényleg olyan volt, mint ez a dél-amerikai csomóírás, a kipuf, vagy konkrétan a Gordiusi csomó. Egyszerű elvágni, mint bogozgatni, vagy gobozgatni, attól függ ki, hogy szeret fogalmazni etéren. Mi is az a numerológia? Mit értünk az alatt, mert ez a leglényegesebb rész ebben a filmben, ez a címe, és erre van felfűzve az egész, hogy a számoknak jelentése van, és több, mint amit matematikailag matematikai érthetünk alatta. Az én tapasztalatom szerint, Legtöbb ember valahogy vonzódik a születésnapjának a naptári számához. Én így látom. És az én számom 17-es, június 17-én születtem, és ki vagyok hegyezve a 17-esre. Tehát az ilyen 17-ei dátumok nekem valamiért jelentősek. Hát mondhatnánk, hogy hát a kaptam egy bélyeget születésemkor nyilván allegorikus értelemben, hogy tessék, gyere 17 es -ká. és innentől, mint ahogy az asztrológia és analogikus módon mutat párhuzamokat, sorsokkal, alkatokkal, hajlamokkal, <kül> történésekkel, hát szintén a 17-es is hajlamos visszaköszönni erre. Ezzel sokkal mélyebben foglalkozik a a numerológia ott a számok határoznak meg alkatokat, tehát kiszámoljuk valakinek a nevéből, a születési évéből, lehet ezt bonyolítani, meg egyszerűsíteni, hogy hova tartozik, akkor az meghatároz ugyanúgy egy-egy-egy alkatot, egy hajlamot, mint az aszológiában, például a napjegy, meg az aszcendens. De ennél sokkal többről van szó. A 23-as számon azért itt hosszan elidőznek ebbe a filmbe tehát körbelágják rendesen a gumicsontot, közel ugye a 23-as szám egy kiemelten furcsa és misztikus szám az emberi történelemben. Erről én nem lettem igazán meggyőzve. Nem azért, mert alulművelt vagyok, de amiket felsoroltak, hogy az Euclid, az geometriának 23 alaptétele van, hogy a templomos lovagoknak 23 nagymestere volt, hogy mit, tudom én, mi még a 23, egyébként össze lehet adni, és akkor öt lesz belőle, hát most nem tudom, hogy ez jó vagy rossz nekünk. Gyakorlatilag ezt minden számmal meg lehet csinálni. Ebben a filmben, ha valaki izgat, vagy a hozzá kapcsolódó mindenféle Google-os dolgokban beütjük a 23-as számot, Rengeteg hivatkozást találunk, hogy így meg úgy a hirosimai bombázása, nem tudom, minden mindennel összeszorozza ki egy a 23-at. Na nekem a minden mindennel összeszorozza nem annyira tetszik, miközben tudom azt, és ezt meggyőződéssel állíthatom, hogy a szinkronicitás, és most jön Carl Gustav Jung, tipikusan tükröződik számokban és nevekben. Egy névnek elméletek ugyanannyira nincs köze, mondjuk a alkatunkhoz, sorsunkhoz, hajlamunkhoz, mint egy születési dátumnak, vagy konkrétan egy számnak. És mégis rengeteg megfigyelés áll rendelkezésre, hogy egyrészt hajlamosak bizonyos események azonos dátumokból akár 50-100 év elteltével gyilkosságok esetében azonos nevű gyilkossal és áldozattal megtörténni, ami elég észszerűtlenül hangzik, tehát sok köze az általunk ö, ismert oksághoz nincs. Na, nyolcas szám, na mindjárt, mindjárt, mindjárt örülök, hogy ezt megkérdezted, és majd elmondom, mint költő, hogy hogyan állok hozzá. Elindultak a kérdések, amúgy bocsássatok, mert nem is hangsúlyoztam, amit mindig szoktam, hogy ez egy interaktív műsor. Nagyjáról körbe 5 perc múlva eldobom ezt a gumicsontot, aztán úgy is előjön még a kérdésekre való válaszadásokban, de már most, mint ahogy páran teszitek, nyugodtan írjátok be a kérdéseket a hozzászólás rovadban. Második fél időben kérdések, válaszok, hozzászólások, megvitatások jelentik a műsoridőnek a, a, a témáját. Térjünk csak vissza akkor Carl Gustav Jungra, sőt, kevésbé ismert kutatójára a szinkronicitás. Mi a szinkronicitás? Jung úgy fogalmazott, hogy olyan egymással fizikai oksági összefüggésben nem álló dolgok jelentésbeli egybeesése, ami a megfigyelő számára tapasztalható. Egy példa. Hogyha a 23-as egy nap alatt, ami Walter Sparrow-nak összejött, mert a busz, ami kikanyarodott 23-as, ott miközben elment a nem tudom hova 23 métert, és ott kiállt egy kocsi, aminek a 23-as parkolót fette el addig a, 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 itt a karosszérián. Ez másnak nem az, más nem a 23-as busszal ment. Tehát még egy dolog, Jungnak most ne a... a, a Skarabeuszos példáját húzzuk elő, legyen inkább a hal, mint keresztény jelkép. Véleményem szerint nemrég beszéltem erről, de most megint csak itt a helyen. Jung ugye mélyre a magát, mint pszichológus, pszichiáter, analitikus és spirituális, mélyen misztikus gondolkodó, és a jelképeknek és az álmoknak az összefüggését kereste, és rábukkant arra, hogy tele van a mitológia ismétlődésekkel, szimbólumokkal, nevekkel, dolgokkal, ősképekkel, mint a tarónak a lapjai. És amikor egyszer épp a hal szimbólumával, a hal jelkép értékével foglalkozott, az egy alapvető keresztény jelkép, akkor ezen tűnődve sétált valami nyári mezőn, és az ösvényen valami pont dobálta magát, ami valószínűtlen volt, mert ez nem a tóparton vagy a folyóparton volt, Nyilván nem tilos vergődnie, elejthette mondjuk egy horgász, egy halász. Megkérte a házi asszonyát, a nőjét, hogy valami marhasztéket csináljon neki estére, mire azért kiderült, hogy nem volt marhaszték, emiatt halat csinált de közben egy ismerősen megérkezett a különleges halakról szóló könyvvel, leveles ládájába, meg a hajrá halak előre, vagy nem tudom milyen levelezőlapra bukkant magyarul. Enyhén szólva sok volt a hal, így egyszerre neki, neki, csak neki, pont neki. Tehát van-e objektív jelentése ezeknek? Tényleg hajlamosak összeállni valaki köré? Na hát előbb említettem, hogy egy kevésbé ismert kutató is foglalkozott ezzel, egy osztrák úriember, múlt század elején, úgy hívták, hogy Paul Kammerer, és ő ezt a jelenséget serialitásnak, tehát sorozatosságnak nevezte el, és rendszeres és, és precíz feljegyzéseket készített arról, hogy hogy bukkannak fel hasonló dolgok, egy adott hídon átsorogva hasonló színű ruhák, egyebek, de a számokra is kiterjesztette a vizsgálatát, és megállapította, hogy igen, gyakori az, hogy valaki például elmegy egy színházba, a taxirend száma mondjuk, tessék, 23-as, most én legyen 23-as, megérkezik a színházba, 23-as bilétet kap a ruhatárba, majd kiderül, hogy a 23-as székre szól a helye hazafele, amikor ráérősebb, akkor mit tudom én, a 23-as villamossal kell tovább menni egy ismerőséhez. Tehát, hogy igenis hasonló dolgok valahogy vonzák egymást. Ez a szinkronicitásnak a lényege. A belső lelki tartalmaink egyrészt hajlamosak beidézni a lelki tartalomnak megfelelő szimbólumokat, és úgy tűnik, hogy a szimbólumoknak is van valami önálló élete, egy szám folyamatos felbukkanása, és a többi, és a többi, és a többi. Na, ütött az órán, és, és izgalmas lesz, hogy ki mit kérdez, és, és mit lehet erre válaszolni, ezeket nyugodtan együtt megvitathatjuk. Én alapvetően hiszek ebben, vagy például esik még egy dolog jó, az ember eleget turkál, és nincs konkrét statisztika rá, akkor mindent találva, ami izgalmasságon. Amerikaiaknál, angol szászoknál a 13-as olyan szinten szerencsétlen szám. Ugye tudjuk, hogy például a péntek 13, ebből többek között ebből kifolyólag a 13-as, arról volt híres, hogy arra a napra esett a templomos lovagoknak a Tervszerű kiírtása, tehát ez volt a szerencsétlen nap. Tehát meg az is előfordul, hogy egy emeletes házban a 12. emelet után a 14. következik. Hát ezt nem úgy képzeljük, hogy köztem levegő van, és ott fel kell ugrani a 14-re, hanem egyszerűen kihagyják a számozásból, vagy akár utcahozban a házak számozása, mert hiányzik a 13-as. Apollo programban egy darab 13-as volt, az Apollo 13-as. Érdekes módon, hát ugye nem jutott el a holdig, mert katasztrófa történt, jó, hogy élve vissza tudtak jönni. Felrobbant az oxigén tartály, és hajszálomult a sok élete is. Na, tehát a számok nagyon izgalmas dolgok. Nagyon izgalmas dolgok. Van egy-két ismerősöm, aztán esküszöm válaszolok a kérdésekre, akinek az a mániája, <kül> bevallom, ha nem is mániám, de néha én is úgy eltűnődök, hogy bámulja az autóknak a rendszámát. És mondjuk a három egyforma rendszám, tehát 888, 777, mit tudom én, értitek, na, egy, 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 vagy a betű a, 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 vagy B, B, B. Hát azért elég könnyű statisztikailag elemezni, hogy melyikből mennyi van, és hogyha ezt abszolút random módon szórják, akkor mekkora esély van arra, hogy egy, egy, egy adott időtartamban X kocsiból mennyinek van olyan misztikus egy belsős rendszemes, mennyinek nem. Az a gyanúm, hogy a megfigyelés itt, itt megint csak túlmutat az, hogy erre, erre a szemünk. Erre vagyunk kihegyezett, többi nem számít. A kutatásokban ezt fiók effektusnak hívják. Sikertelen kísérleteket félrerakjuk, és a véletlenből adódó eredményeket hirdetjük megingathatatlan eredményként. Ennél többről van szó. Akármilyen döbbenet, például ha én leülök egy parkba, és azt mondom, hogy na, lássuk, hány piros kocsi jön, gyertek piros kocsik, és megy egy szervizút mondjuk az autópálya mellett, innen-onnan, amondan ömlesztik le az autókat. Több pirosra van esélye, mint amilyen véletlen több várható. Na, itt áll meg az ész. És itt mondja azt az ember, hogy ezt, ezt nem érdemes logikailag tovább elemezni. Tehát az egyik Miskonszól jött, a másik innen-onnan, még ha meg lenne szervezve, akkor sem működhetne így a dolog. De igen, működhet így a dolog, mert a szinkronicitás egy alapvető erő az úgynevezett tudati fizikai univerzumba, ahol egyáltalán nincs akkor a dualitás a lelki tartalmak és a fizikainak, fizikai törvényszerűségek által meghatározatnak látszó környezeti események között. Na, térjünk rá végre valahára a hozzászólásokra és a, a kérdésekre. Jodét írja, és jodét szeretettel üdvözöllek, a lelkes résztvevője vagy a műsoraimnak és az adásoknak is. Írja, a számmisztika engem is érdekel. Nekem is van egy számom. Édesanyám eltávozásának napja, ami azóta is kísér engem sok éve. A 11-es szám, ami egyúttal mesterszám is. Ha a számra erősen rágondolok, bármilyen körülmények között szinte azonnal megjelenik. Sokszor már nem is csodálkozom, hogy szembe jön velem. Hát ez megerősíti, megerősíteni látszik. És nem tudom, melyik énemet húzzam elő a kritikusabbat, vagy a hívőbbet, és nem hiszéken mondok, azt, amit mondtam. Tehát vannak olyan napok, vannak olyan nevek, amik ha egyszer meg vannak jelölve valami miatt lényegessé válnak, visszatérővé válnak, és, 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 hordozzák a, a sorszerű jelentésüket. Most ugorjunk el egy pillanatra a nevekre ismeri mindenki a Titanic nevű hajót. A világ leghíresebb hajója, ugye egy szép áprilisi délelőtt neki ment a jéghegynek első útján, és elsüllyedt, és sok ezeren meghaltak. Kevesebben tudják, hogy a Titanic katasztrófa előtt irodott egy regény, ahol azt hiszem titánnak hívták a jót, és egy jéghegy által okozott balesetben süllyedt el. És sorolható mellé, hogy egy szintén hasonló hajónak hasonló időpontban volt egy nem elsüllyedős kisebb katasztrófája a közeli években. A név kötelez, tényleg, mint Szepes Mária vörös oroszlányába felveszem valakinek a nevét, akkor a sorsát is felveszem. Ezeket csak akkor tudjuk megérteni, hogyha a lelki jelentésükre gondolunk, a, a tudat dimenziójában elfoglalt kitüntetettségére, hozzá csatolt tartalmakra. Facebookon mostában gyakran találkozom egy ilyen izgalmassággal, a fénysebessége, most meg nem mondom, 300 ezer kerekítve, de valami 299 ezer püpürüpürü, -pü -pü, le van bontva, mint a nyolc tizedes jegyig, és nem furcsa alatta a gízai piramis elhelyezkedése, mi tudom én, a délkörön detó ugyanez a szám nyolc tizedesig. Na most erre én azt mondom, hogy lassan a testtel egy, amikor ez megszületett ez a piramis, egyáltalán nem számoltak decimális rendszerbe, tízes számrendszerbe így, egyáltalán teljesen más értékek voltak, nem voltak földrezi hosszúság és szélesség most És ez, bocsánat, ez a kilenc tizedes jegy, ez, ez valami, nem tudom mekkora méret, de a milliméter, milliómod része, nem tudom mi. Tehát ne erőltessük a dolgokat, így is elég izgalmas, nagyon sok egybeesés, ahol már tényleg nem a szemrendszerek, nem a, a fizikai reprezentációk számítanak, hanem a jelkép érték, hogy most ezt így, így rávezetjük, rászámoljuk, ez kicsit olyan, mint a magyar nyelven játszadozni hosszú távon, hogy akármilyen nyelven valami le van írva, öt lépésből kijön, hogy az ős magyar. Jó, hát én is tudok ilyet csinálni, hanem, hogy akár úgy is lenne. Na, úgyhogy Judit, azt gondolom, hogy igen, egy, egy szám ismétlődik, és, és felfelbukkan. Ezért írja, a szinkronizitás engem már 2012 óta kísért, amikor pont nem lett világvége, vagy legalábbis nem vettük észre. Egyébként Jung a kedvenc, Freud és Adler a három pszichoanalitikus közt. Hát szerintem magasan a legcizelláltabb lelkületű és, és szellemű ember. Freud és Adler azért alapvetően materialista nézeteket vallott, meg leredukálták az ösztönvilág és a, 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 hatalmi kényszerek pályájára, a tudattalan befolyásait, Jung dimenziókkal feljebb járt. Szinkronicitás. Létezik egy könyv, a magyar nyelven, nem tudom, édesvíz kiadott, aki jó rég, valami 30 éve, Ellen Komb és egy szerzőtársa, meg nem mondom, hogy hogy hívják, és hát jó pár évre rá, amikor ez a, a, kiadás már úgy elévült, ugye a metrón olvasgattam, és akkor hittem felnéztem, és hát hogy szembe egy másik pacsolon ül a szinkronicitás könyvet olvasgatja, és egy jelentőség teljesen egymásra néztük. Izgi volt. Na, Judit azt mondja, hogy 17 egyenlő, egy plusz 7 egyenlő 8. Hogyan állok a nyolccal, ha szabad kérdeznem? Igen, szabad kérdezned. Azért nem vagyok biztos abban, hogy például a páros számoknak nincs önálló létjogosultsága. Például nézzük, ha jól sejtem, a 17 prímszám, a 8 pedig nem. Ugye prím prímszám az, ami csak önmagával vagy egyelosztható kerek számos eredmény elérésé, ez a nyolc pedig nem prím szám. Nekem a páratlan számok valamiért sokkal, de sokkal rokon szemvesebbek. És a 17-es, és itt lehet, hogy a költői lelkem jön előbb, bennem ezeket a húrokat pengeti meg. Egy kis szinesztéziával, amikor ugye azt mondom, hogy egy számnak színe van, vagy hangja van, azt mondom, hogy világos kék és üde, csengő hangja van. A nyolcas meg olyan, olyan mustársárna és a sárga és a barna között van, és mély hangvételű, jó, 17-es, mondhatnánk, hogy hogyne, ne, üde, hangú, magas hangrendű szó, sőt, az egyes és a hetes formailag is ezt tükrözi. Nekem többet jelent a 17-es ennél, Ugyanezt nem mondanám el mondjuk a 11-esről, pedig összes többi érvényes. 8 es olyan lezárt. Nekem nem a végtelen olyan, olyan mint egy befőttes üveg, tudom én, megtönve almával. Tehát fura a 8 astól idegenkedem, a 17-es szeretem, hogy adjuk össze. Filozofálunk, tehát én most nem örök igazságokat szeretnék kérdetni, mert annyi örök igazságot hallottam, hogy Erről rég letettem. Na, mindjárt megyünk, akkor tovább. <coughs> Rövid fulladásos rohamomat le tudom. És nézzük a következőt. Jó kérdés, írja Erzsébet. Azt mondja, én 68. november 8-a 348 as születésű vagyok, 7-en lakom és zuglóban. Hát, hogy ebben a test, hol keresgéljem, én is a hetediken lakom egy zuglóba, viszont hát 62. június 17-én este 11-kor születtem, <coughs> nem tudom, nem tudom, nem tudom, tudjátok, ez a fura, hogy az ember ilyesmiben beleássa magát, hát az Isten óvja az épelményét, mert nagyon furcsa eldönteni a határt, hogy mi is a mágikus ideáció. Szeretném ezt a fogalmat kicsit kifejteni. Mágikus idegá, ideáció azt jelenti, hogy az ember összefüggéseket lát ott, ahol nincs. Véleményem ezt megfordíthatjuk, pedig úgy, hogy az is egy emberi tulajdonság, hogy nem látott összefüggéseket, ahol viszont van. Csak hogy tudjátok, ezt ez, ez, ez nagyon nehéz eldönteni. Nem végezhetünk mindenhol mindig statisztikát. A parapsziológiai kísérletek jelentős része, amikor én ugye dobókockát dobálok, és megnézzük, hogy hány hatos dobtam háromszázból. Biztos, hogy nem háromszázat, és nem nullát, Ilyet nem ismerünk. Nem tudom, Jézus kockázott-e, vagy butha, de nem ismerünk ilyet a kutatásokban. Viszont tendencia van, ami azt jelenti, hogy több hatos lesz, a szívből akarom. Tényleg több lesz. Kaszinóban már nehezebb, mert anyagi érdekek, meg stresszek, meg mindenféle, meg ellentétes érdekek fűződnek hozzá. De hogyha az ember nem végez statisztikát, akkor igenis hajlamos többet látni abból, ami ki van egyezve. Tehát ezért vagyok ezzel óvatos. A jelenség létezik, mint olyan. Létezik, igenis. Szinkronicitásnak hívják. Baromi nehéz számszerűsíteni, és hozzáállás kérdése. Ha valaki nem akar látni összefüggéseket, annak nem jelenik meg. És ez már statisztikus és értékelhető. Ha valaki úgy ül egy kockaforgatógép mellett, hogy nem hisz benne, véletlen marad. Ha hisz, és tényleg kívánja lelkeményéről, akkor több lesz. Na, ezzel mit kezdünk, mint megismételhető kísérlettel? Na, ö, Klári, szia Klári. Ezt írja. Egy furcsa történetem volt a buszon hazafelé tartva. Egy hölgy leült mellém, kiderült, hogy a asztrológiával foglalkozik majd, a neve Szófia. Közölte, hogy lehet a rózsakeresztesekhez csatlakozni. Nekem rögtön a csak jutottak a Ő rám nézett, és válaszolta, hogy már nagyon régóta léteznek, Nekem csak bólogattam rá. Előjött az is, hogy hol voltam, az erőállat keresés érdekelte, kíváncsian nézett rám. Kiderült, hogy ismert téged, mármint engem, és mintha a leendő könyvemről is tudott volna, az égi csatorna is szóba került, majd elköszönt tőlem, és leszállt a buszról. Érdekes, nem, hogy mint az, az élet, kivel találkozunk össze. A filmet majd megnézem, amit javasoltál. Szignalizítás akkor működik, hogyha hagyjuk működni. <kül> Abban a pillanatban, hogyha nagyon kihegyezzük magunkat, például egy kísérleti analitikus vizsgálatra, mert egy tudós maradjon meg az egészséges szepszis állapotában, ez egyébként igaz, akkor az életszerűségét vonjuk el a helyzetnek, és lefagy az egész, és nem történik semmi. Tehát egy olyan állapotban felbukkanó jelenségről van szó, ami minden csak nem az analitikus elme számára, működőképes kész csoda, hogy például Paul Kammerer említett osztrák kutató képes volt pozitív eredményeket kihozni. Ugyanúgy néha azt érzem, hogy kész csoda, hogy itt a labornak az égen is tudományos hangulatú kísérleti analitikus hátterében sikerül eredményes telepáték kísérleteket végezni. Ezeket úgy lehet feloldani, hogy a résztvevők lelki világát belevinni valami vagány törvényszegésbe, és már nem ilyen konkrétba, hogy ellopjuk egymást utcát, hogy megverjük, hanem egy kicsit lazítani. Tehát ahogy lazul a helyzet, és van játékosság az egészben, derű, kíváncsiság, na akkor megmutszan a környezet is, még hanem is látványosan, de a történések furcsán alakulhatnak. Úgyhogy igen, amit írtál, na, több mint érdekes, több mint érdekes, és, és azt gondolom, hogy titokban ez zajlik. Tehát össze vagyunk mi szervezve így úgy, lehet az árral szembeúszni, lehet túltolni, de ha hagyjuk és bent, mint ahogy a mennyi proféciában, meg annyi könyvben, meg filmben ez megjelenik, életszerűvé válik, akkor, akkor szembe tűnövés válhat. Tehát ugye a mennyei profécia volt a sorozatban, ott is a szinkronicitás, hogy de fura véletlen, pont jókor vagyok, jó olyan jelentette az alapot. No, Anna írja, és most látom, itt csacsogásaim közepette, hogy alig negyed óra, inkább alig több mint tíz perc van hátra, úgyhogy lássuk kérdéseket. Anna azt írja, a kollégiumi számon 19-es volt, mert jól hímző édesanyám ezt akár 50-szer könnyen behímezte, így lett kedvenc számom, de érdekes. És itt van a közismert Erzsébet nap, amikor nagymamám mind a három lányával együtt ünnepelt. És évtizedek múlva a lányaiból kettő Erzsébet napon, november 19-én haltak meg, és a legkisebb lánya pedig december 19-én. Így ez a szám bennem vált kitüntetetté. Mindig úgy emlegettem, hogy, hogy nagymamám maga köré gyűjtötte a lányait. Ugyan ezt tudom mondani, amit eddig. Tudományos akadémiára ezeket a, a leírásokat, mint bizonyítékokat nyilván nem vinném magammal. Oda nagy mintavételű statisztikák kellenek, de mint az életet élő ember, és azért időnként tényleg drámai jelentőségű szimbólumokkal, számokkal, nevekkel és egybeesésekkel találkozó ember, rábólintok, azt mondom, hogy igen, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy nagyon valószínű, hogy nagyon meg a, valószínűleg a lehetséges között hol a határ, nem szerint erre nincsen skála. No, lássuk Erzsébet, mit ír, és egyáltalán azt, hogy mennyi kérdésünk van, még mennyi időnk van, és mennyi kérdésünk. Jó, mert akkor majd még visszatérek a szinkronicitás különleges eseteihez. Ezsébet annyi tiéd, csak a nyolcas, ez örökké valóság, és a halál élményekkel is összefügg, mindig is érdekelt. Na tudjátok, hát itt van például egy, egy, egy sereg ö, olyan rendszer, ami a számokat, vagy a geometriai jeleket, amik maguk mondja a számszerűsíthetők, Ö, olyan szinten használja, mint konkrétan a taró kártya, tehát ott is számozanak a kártyák, vagy például king, ahol ugye ilyen hexagrammok vannak, két-két trigramból, ugye egyenes megszakított, folytonos megszakított, folytonos megszakított, és ezeknek a kombinációjához, szóval csak számról, vagy számokról és geometriai jelekről van szó, nagyon komoly, nagyon mély jelentéstartalmat párosít. Ugyanakkor nagyon sok különbözőség is van. Tehát meg lehet jelölni egy kultúrában egy számot, egy bizonyos fogalomhoz lehet társítani. És mondjuk annak a kultúrának a mítoszaiban, és a emlékeiben, és a hagyományaiban ez, ez tovább él, és ha úgy tetszik, működik míg egy másik kultúrában, egy távolabbi kultúrában más számnak van hasonló jelentése. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy univerzális, vagy univerzum szinten kapcsolódnak jelentések, és, és hogy úgy mondjam, vonzások, tehát szinkronizitás formáló erők egy-egy adott számhoz, az viszont biztos, hogy Minél többen hisznek valamiben, minél hosszabb időtartamban. Tehát például az egyiptomi kultúra sok ezer éven át gyakorlatilag változatlan volt. Ez döbbenet egyébként a ókori egyiptomi kultúra nyilván, tudjátok, mire gondolok. Tehát egyszerűen még egy történése biztos, hogy felfogta volna magát az időgépből kétszer kiszáll, hogy most 50 év telt el, vagy esetleg 2000. Tehát ez a mai időkre, meg a ókortól fölfele, erre fele, mert egyáltalán nem jellemző. És ott is ugye azt mondják, és egy Hermes Tris dolog is kapcsolódik ehhez, hogy különböző olvasatai vannak hieroglifáknak és, és jelenknek. Asztrális, fizikális és, és, és lelki-szellemi síkokon is külön-külön értelmezhetők és ez nagyon sok időn át írodott be, és mélyült el a, a égi kőtáblákban. Tehát el tudom képzelni, hogy akár már kihalt kultúrák néhai hitei is életben tarthatnak szinkronicitást előidéző hatásokat bizonyos ö, szimbolumokban. Nem tudom, nem tudom. Időnként érdemes kimondani azt, hogy, hogy nem tudjuk pontosan eldönteni. Hihetünk dolgokban az egy hit, egy meggyőződés, de a, a tudás, azon a szinten értett tudás, ahol hivatkozni tudunk arra, hogy ez egy, egy objektív dolog, az, az szűk keresztmetszetek közt. Ez nem azt jelenti, hogy ha valamire nem tudunk tudományos magyarázatot, vagy meggyőző bizonyítékot találni akár a működésére, az ne létezhetne, vagy működne. Csak itt egy hatalmas törés van, és, és épp ez a döbbenet a a tudat és a valóság kapcsolatában. Úgy tűnik, hogy a tudat valahol előjár. Hadd mondjak el egy élmény nektek, ugyanis még Pál Ábrahám írt, hogy 9 szám alatt lakom, ami déd, nagy mamám háza. Itt landoltam. Hát gratulálok, kérdésnek úgy tűnik nem kérdés. Viszont szeretnék elmondani nektek egy friss hírt. Ö, mostanában gyakran nehezen alszom hajnalban, felébredek, korekig ébren vagyok, és aztán ö, kora reggel pirkadattal alszom el, és ott le az állom, és sokszor bekapcsolom a tévét, mert valahogy könnyebben elalszom, beállítom, egy, épp csak hallom hangerőre, és behúgy szennel fekszem, és akkor félállom, hogy bevezek, kikapcsol a hang, aztán felébredt, aztán nagyon most, ha illenne felkelni, na hát, mint majd mindig tudományos ismeret terjesztő csatornákat néztem. Konkrétan a ősobbanással az univerzum első pár másodpercével, percével foglalkozott, ahol a legnagyobb változások történtek. A másodperc milliómod, milliómod, milliómod részével, és mindezt fél álomba, hogy így, így megrekedtem az ébrenlét és az álom között. És olyan furcsa dolgokat éltem meg, ezt megpróbálom valahogy lejegyezni, nem lesz könnyű, hogy tulajdonképpen minden tömény analógia a tiszta energiából, a részecskék keletkezésének az irányába, az antianyag és a anyag találkozásával, a hűléssel, a csillagrendszerekkel, hogy ha mindezt a tudatvetületében nézzük, allegórikusan, szimbolikusan, jelképesen, akkor lehet, hogy nagyon sok mindenre magyarázatot kapunk, nem csak a teremtés mítoszokat illetően, hanem a dolgok lényegi működését, mélységes mély hátterét illetően. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha a mai tudatkutatás és kozmológia sok minden arra hajaz, hogy az univerzum alapvető alkotó eleme a tudat, és most már ugye multiverzumról beszélünk, meg ismétlődő ős robbanásokról, akkor annak jelen kellett lennie, jó az időiséggel is baj van, és hogyha a fizikai valóság tükre ennek a tudat tudatállomnak, káprázatnak és, és a változások, mert lehet változásokat is lehet még akkor is hogy a változatlanság Egy lemezt le lehet játszani, egy lemez játszom mondjuk így, akkor érdemes ezeken eltűnődni. Szinkronicitásra utaltam. No, első írja, hogy nem mertem megnézni a filmet, pszichoszisz. Hát elnézést, de én most hirtelen az, hogy pszichoszisz, lehet, hogy nem vagyok benne a filmes szlengbe, de nem tudom mi az, milyen lehet még arra, ami van. Ezt értem. De igen, köszönöm az ellenzést és a hozzászólásokat. Maradjunk a végén, már csak azért is a műsornak is a végére értünk. Én is köszönöm a hozzászólásokat, és hát mondanám, hogy mivel találkoztak jövő héten, már csak azért is, mert újra egy rendhagyó adás következik. 19. rész került ma adásba. Amikor a műsor elején eljutottunk a 9. részhez, akkor volt egy izgalmas epizód, amit úgy neveztem, hogy 9 plusz 1. Tehát már nem a 9. rész, de igazából nem is a 10. 9 és fél, így is mondhatnám. Nem olyan igazi, ezt most szemmisztikázhatnánk akár, hanem az első tíznek az összefoglalása volt. És jövő héten, mielőtt rátérünk a 20-ra, befejezzük itt a tízes csoportot. Szeretném az elmúlt tíz filmet slágvortokban, címszagon előhúzni, és egy nagy beszélgetést csinálni veletek. Miket láttunk, mik jöttek elő, milyen kérdéseitek vannak? mit szeretnétek látni, tehát egy laza jövő szerdára számítsatok. És most pedig, utolsó két percben, <coughs> mondanám, hogy október 21-én paranormális címmel, ami a sorozatunk Lár Andrással közösen <coughs> végzett bölcselkedésünk következő része lesz, egy elég izgalmas témába vág, nem mint az eddigiek szerintem unalmasak lettek volna, ez most nem újszerű a, a tudattal kapcsolatban, pedig hát igazából tök jogos. Tehát normális az. Október 21-én személyes részvétellel is, még pedig a Moha látogatható szexről, szerelemről, teremtő erőről lesz szó, ennek a nagyon mély, hagyománybeli és, és lélektani összetevőit vizsgáljuk, nyilván nem túl komolykodva, komolyan, de derűsen online is követhető, ha valakit izgat, a csatolt linken már rá is kukkanthat, október 21, nincs túl messze, alig 10 nap. Következő, most nagyon egyszerű leszek, még van parapszichológia könyvem, és igazolásként fel is mutatom, sőt, a szemfülesebbek esetleg azt is látják, hogy a hátam mögött a fejem mellett is van még egy. Azt biztos, hogy nem adom, erre telteszek, de talán említettem, hogy <kül> rábukkantam egy bő tucatra a kiadónak egy, egy elfelejtett polcacskán. Egy jó évig nem lesz ez a könyv, tehát elfogyott az első kiadás. Én javaslom mindenkinek a figyelmébe, ha valaki tízgat csapjol, erre megrendelhető. No, hát kedves barátaim, elmélkedjünk a szinkronicitásokon, számok, nevek, jelképek hatalmán. Következő alkalommal kaptok egy persditő összefoglalót, egy meglepetés, amit most nem álló kell lesz benne, egy interaktív meglepetés. Úgyhogy érdemes velem tartani, aztán pedig indulunk a 20, 21, 22. stb. stb. Sőt, a 23. rész felé. Na, Isten áldjon mindenkit, találkozunk jövő héten 19.30-kor itt a Szellemkép című műsoromban.